Jó estét kívánok! Mai adásunkban megmutatjuk, hogyan győzte le a Grundfos Tatabánya az Orosháza együttesét. Flag futballozunk, lovagolunk, görkorcsolyázunk és beszélgetünk Darabos Balázzsal is, többek között arról, hogyan lett atlétából az ország egyik legjobb erőnléti edzője, valamint átadták a Tatabánya sportjáért díjat és a Földi Imre ösztöndíjat is. Hogy kik kapták, azt is megmutatjuk. Tartsanak velünk! Az idei évben a Tatabánya sportjáért díjat Hoffer József testnevelő tanár edző érdemelte ki. Gratulálunk a díjhoz, mit kellett tenni érte? Hát végül is nem tudom, de szerintem a 35 év munkáját ismerték el. Hát voltak közben csúcsok, aztán hegyek, de, vagy völgyek, de általában azért próbáltuk a legjobb eredményeket elhozni. Most mi van, csúcs vagy dombalja? Hát most végül is most már, hogy mondjam, lefele megyünk, de majd építjük a következő csúcsot. Vannak tehetséges tanítványok? Igen, természetesen. Nagyon sok gyerek van a TSC Geotech szakosztályban. Hát próbálkozunk. Minden tizedik gyerek és sportoló lehet, hogyha a megfelelő szülői átteret megkapja. És erre az edzőnek van hatása, tehát rá lehet beszélni a szülőket, hogy ez a gyerek tehetséges, és inkább a sport felé kéne orientálni? Hát szerintem van, igen, természetesen, de valahol azért ez nem hat, mert a szülők eleve eldöntik, hogy a gyermeket hova akarják tenni, vagy mit akarnak vele, vagy csak egy sima kis sportolásra hozták a gyereket, és azért sportot nem támogatják, de azért általában meg lehet győzni őket. A fiatalok egy idő után elmennek, nem? Innen Tatabányáról? Igen, hát tehát a főiskolán itt olyan szakok vannak, amin nem nagyon tetszik a gyerekeknek, vagy legalábbis nem ezt a szak érdekli őket, és tehát főiskolaiben nem tudjuk eltenni, tehát ilyenkor elmennek, vagy aki Győrbe jár, az hazajár, és akkor úgy végzi az edzéseket, tehát kevés felnőtt versenyzőnk van. Milyenek a körülmények? Hát körülmények most jelenleg a pálya felbontás miatt egy kicsit nehezek, de reméljük, hogy utána újból szuper körülmények között fogunk dolgozni. Milyenek a kollégák? A kollégák szuper, mindenki együtt, mindenki mindenkiért, mindenki egyért. A díjat Schmidt Csaba polgármester adta át. Hoffer tanár úr kapta az idei sportdíjat. Talán a diákjai leginkább úgy ismerik, hogy Hofi, meg a valószínűleg az atlétikában résztvevők is. Tanár úr nagyon sokat tett a sportért. Már a gimnáziumban elkezdi válogatni a igazán tehetséges gyerekeket, és utána pedig a TSC Geotech atlétika klub keretében segíti a tehetséges fiataloknak a felkészülését, azt, hogy olyan atlétáik legyenek, akikkel büszkék lehetünk, akik az országban az elsők között vannak, és a nemzetközi polondon is megállják a helyüket. Nem is véletlen az, hogy ugyan nem az ő tanítványai, de most a Földi Imre sport ösztöndíj átadón két atléta is helyet kapott. Ketten is kapják azt a lehetőséget, hogy egy éven keresztül havi 100 000 forintos ösztöndíjat kapjanak, hogy megfelelőképpen tudjanak felkészülni arra, hogy sikeres sportolókká tudjanak válni, ne csak korosztályos, hanem felnőtt szinten is. Az idei évben Földi Imre sportösztöndíjban részesült Luterán Petra atléta. Én elég sok atlétika versenyt nézek, a magasugró hölgyek általában átszálvékonyak, és legalább 1,90 magasak. Ön hány cent? 165. Nem hátrány ez a magasugrás? De persze hátrány, de hát nem tudok mit csinálni, ekkorára nőttem. De hát ez kompenzálja, hogy jók a rugóim, és ez így kipótolja a magasságomat. Persze sokkal többet kell edzenem, mint a 1,90-es magasugróknak, de hát ez van. Én nem értek a fiziológiájához a magasugrásnak, de van egy bizonyos határ, ami fölé nem jut az ember, hogyha nem elég magas. Persze, azért van egy határ, de tudok olyan emberről, aki kisebb, mint én, és 2 métert is ugrott, úgyhogy azért még lehet fejlődni. Ennek mi a cél? Hát minél nagyobbat ugrani, majd meglátjuk, mi jön össze. Mire használja ezt az ösztöndíjat majd? Lesz helye? Persze, igen. Hát nagyon sok felszerelésre van szükségem, például cipőkre is, meg ruhákra is. Cipőket nagyon hamar elnyűvöm, mert sokat edzek, úgyhogy általában felszerelésre fogom használni. Nagyon örömmel olvastam ebben a brosúrában, amit kaptunk, hogy ön kitűnő tanuló. Hogy lehet összeegyeztetni ezt a kettőt? Hát, ugye most már apukám az edzőm, és így tudunk egymáshoz igazodni, hogy így időbeosztás, meg tanulást így összeegyeztetni lehet, meg a kitartás, szorgalom.
Salánki Evelin cságáncsozó napi két edzéssel készül a következő versenyekre. Muszáj bírni, és pont az ilyen ösztöndíjak ezek ösztönöznek az iránt, hogy folytassam, és hogy minél jobb eredményeket érjek el, és hogy az elismerést, hogyha kapom, akkor ugye sokkal könnyebben megy az egész. Mire tudja használni majd ezt az ösztöndíjat, illetve hát a pénzt, amit? Hát még nem nagyon gondolkodtam ezen, de egyelőre most annak örülök tényleg, hogy kaptam, és hogy minél jobb eredményeket érjek el. Mik a legközelebbi feladatok? Júniusban lesz majd egy budapesti Grand Prix, egy felnőtt verseny. Ezen szeretnék jó eredményt elérni. Szintén Földi Imre sportösztöndíjban részesült Smölcz Márk Szavér atléta. Amikor legutóbb találkoztunk, azt hiszem tavaly nyáron voltunk egyszer egy atlétika edzésen, azóta mennyit nőttél? Hát meglepődtem rajta én is, mert elég sokat meg is nőttem egy kicsit, meg kicsit szélesebb lettem, ugye úgymond. Hát más lett a szer, meg kellett erősödni egy kicsit hozzá. Lesz hely ennek az ösztöndíjnak? Mire fogod használni? Hát a jövőbeni felkészülésemre fogom használni, hogy minél jobb eredményeket érjek el. Milyenek most a körülmények a pályán, ha jól tudom, éppen átépítik az atlétikai pályát? Igen, hát ez minket nem sok beérünk, mert az alsó pályán van egy rekordtánunk, ahol direkt csináltak nekünk egy külön rekordtánt, és ott tudunk lent edzeni. Mik a legközelebbi feladatok? A junior EB-re szeretnék kvalifikációt szerezni. Méterben mi a cél? 60. Hát 69 fölé szeretnék dobni idén. A negyedik Földi Imre sportösztöndíjas sportoló, Tar Sándor ökölvívó. Mire fogja használni ezt az ösztöndíjat? Lesz helye? Persze, lesz. Hát a eddigi kiegészítő dolgokat megveszem, mi kell, ilyen futócipő, ilyenek. Mennyit kell edzeni ahhoz, hogy valaki ilyen eredményeket érhessen el? Hát én most benn vagyok Tatán az edzőtáborba, ott heti 16-ot edzek a klubomba, van olyan reggel is elmegyek, de amúgy heti 5-öt. Milyenek a körülmények? Hát jók, jó, most nagyon jó, szép lett a terem, felújították. Legközelebbi verseny? Legközelebbi verseny. Most lesznek sok ilyen nemzetközi versenyem, amúgy most Európa-bajnoksággal készülök. És ott mi a cél? Hát a dobogó legfelső fokára akarok állni, a végcél meg 20-as olimpia. Van egy hézag a magyarországi sporttámogatási rendszerben, hiszen nagyon jó sportösztöndíjak vannak a felnőttek világában, hogyha valaki világversenyt nyert, olimpián tudott részt venni, de hogyha ahhoz, hogy odáig eljusson, ott van egy űr, és azt a szülőknek a támogatása, a szponzorok támogatása kell, hogy kitegye. Én ebben az űrben szeretnénk belépni, hogy az igazán tehetségesek ne bukjanak el azért, mert hogy nincs mögöttük a megfelelő anyagi támogatás. Ezt szeretné megtenni az önkormányzat, hiszen hogyha elérik azt a szintet, ahol már Gelevics ösztöndíjat lehet kapni, akkor már a város támogatására kevésbé van szükség. Mintha egy majálisba csöppentünk volna szombaton délután a Görkorcsolya pályán, isteni gulyás illat terjengett a levegőben, Ugrálóváron és Trambulinon játszottak a kisebb kori nélküli gyerekek, és boldogan gurultak a nagyobbak és a Görkorcsolya edzésre járók. Lugosi Lászlónak és csapatának az volt a célja, hogy az óvodákban, iskolákban edződő lurkók és szüleik is jól érezzék magukat, megismerkedjenek és egy kellemes napot töltsenek el együtt. Egy kicsit lazább körülmények, egy kicsit jó érzéseket kell tenni szülőbe, gyerekbe, hogy itt a görkori pálya, ez jó dolog, itt jól érezzük magunkat, együtt jól érezzük, jó dolog a sport, úgyhogy ezért dolgozunk, hogy ide csaljuk az embereket, és megpróbáljuk az egyesületünkhöz hozzákapcsolni őket. Akkor ez most az ovisoknak és az amatőrkorisoknak szól, akikkel egyébként a profik, idézőjeles profi gyerekek mellett foglalkoztok? Igen, a mi versenyző gyerekeink ki vannak inni tiltva, ők majd a délután egy más verseny keretében megmérkőznek. Ez teljesen a kezdőknek, akikkel foglalkozunk az óvodás csoportjainkban, vagy a iskolás tanfolyamainkon vesznek részt, azok számára van ez. Mi a tapasztalat? Mennyien szedik elő ilyenkor a görkorcsolyát? Mennyien mennek, nem tudom, görkorcsolyás gyerekkel boltba, vagy mennyien jönnek ide fel délutánonként, és engedik el itt a pályán a gyerkőcöt? Hát az úton járdán sok görkorcsolyást látni, és sok gyereket tanítunk meg görkorcsolyázni az óvodás csoportjainkban. Én is 100-150 gyereket évente
tanítok óvodába, de kollégaim is legalább ennyi gyereket, úgyhogy 300-400 óvodással foglalkozunk minden évben. Sajnos ide a versenyre már nagyon kevesen jönnek. Még a 10%-ot sem tudom mondani, hogy a gyerekek 10%-a így külön programra nem jön el, de az óvodába beiratják a csoportba nagyon sok gyereket, és ott nagyon szeretik, és ott mondanám, sokat fejlődnek, sokat mozgunk velük, de sajnos akármilyen propagandát folytatunk, nagyon nehéz őket elcsalni így hétvégén külön programokra. Akkor a további fejlődésük is ugyanilyen nehézkes? Tehát ugyanez a százalék marad meg körülbelül komolyabb edzésekre, amikor már nem az oviban, nem az iskolában tartjátok, hanem akár ide el kell jönni edzésre? Ez is ugyanaz a tapasztalat? Hát aki ide jön és megkóstolja, annak a nagy része már megmarad, és kapcsolódik hozzánk, értékeli az erőfeszítéseket, látja, hogy jó dolog ez, jó együtt dolgozni, fejlődik a gyerek, jól érzi a gyerek, és a szülők is egy közösséghez tartoznak. Nagyon sokat dolgoznak a szüleink itt a pálya környéke, most nagyon szép. Füvet nyírnak, föl a bográcsba a gulyás, a délutáni családi napunk. Azzal folytatjuk ezt a versenyt, ugrálóvárat hoztunk ide, amit ingyenesen használhat mindenki, úgyhogy látják az értelmét, és aki ide jött már, azok közül nagyon sok itt marad. Délután aztán csatlakoztak az igazolt versenyzők és családtagjaik is a programhoz, ők is versenyeztek, aztán estig beszélgettek, játszottak, jól érezték magukat. Volt egyszer egy szöszke kisfiú, aki már atlétaként is tudta, mit akar. Mára lett belőle egy nagyon céltudatos, tanulni és tanítani vágyó felnőtt. Darabos Balázs nevére egyre többen kapják fel a fejüket szerte az országban. Az egykori tatabányai fiúból mára olyan erőnléti edző lett, aki ingázik csapatok, műfajok és edzőtermek között. Balázs atléta karrierjét egy sérülés törte ketté. Azóta elvégezte a Semmelweis Egyetem testnevelési és sporttudományi karának testnevelő edzőszakát, spin racing oktató, életmód tanácsadó, wellness tréner, Bosó és TRX edző, valamint sportszervező menedzser. Mivel labdarúgókkal is dolgozik, ezért elvégezte a D-licences edző tanfolyamot is. Dolgozik városunk kézilabda és labdarúgás utánpótlásával, a női röplabda válogatottal és Budapest egyik legjobb edzőtermében, sok-sok tornázni, edzeni vágyóval. Hogy mi Darabos Balázs titka, annak próbáltunk utána járni. Figyelj, ott! Jogból indulsz, kitámaszt! És sprintelsz, nem várod el, hogy a kapus rádobja a fejedre a labdát, maximális sebességből próbálod meg irányítani a mozgásodat. A lehetőségeinkhez mértem, megpróbáljuk még a maximumot kihozni. Én is belőlük, és ők is magukból. Néha vannak azért összezörrenéseink, de ez úgy gondolom, hogy bármilyen emberi kapcsolatban ez előfordul. Sok-sok évvel ezelőtt, amikor szőke tejfölszőke gyerek voltál, mégis atletizáltál, és az volt az álom, hogy te milyen futó leszel, vagy milyen jó atléta leszel, akkor gondoltad volna, hogy ennyi idősen itt állunk majd, és arról beszélgetünk, hogy kinek milyen fizikuma van egy labdarúgó csapatnál? Hát, mivel pedagógus családból származom, ezért mondanám azt, hogy a véremben vagy a genetikámban van ez az egész történet, mert édesapám is lassan 26 éve edzősködik, a nagyanyám pedig egy vezetővonő volt 50 évig, és mondhatom azt, hogy ez mindig közel állt hozzám, meg a csapatban is mindig szerettem egyfajta ilyen vezető szerepet, vagy az edzőnek a jobb kezét, jobb keze, ilyen szerepeket töltöttem be a csapatba, vagy abba a közösségbe, ahol kerültem, és mivel sajnos komoly sérülés keresztbe vágta az én számításaimat a sportpályafutásomba, ezért mondhatnám azt, hogy szinte egyenes út vezetett a testnevelési egyetemre, és hát mondhatom azt, hogy szerencsére megtaláltam a helyemet, ami boldogsággal tölt el, és mondhatom azt, hogy tényleg azt csinálom, amit szeretek. A nap 25 órájában legalább téged ismerve, mert hogy a 24 az soha nem volt elég. Most se elég, mert igazából a napom nagy részét utazással töltöm, mert tudni kell, egy Pesten lakom most már, és Tatabányára is úgy járok, hogy kedden csütörtökön jövök le Gödöllőre, a női röplabdásaimhoz is úgy járok, valamint ugye Pesten is nagyon sok helyen dolgozom, igazából a fitness, illetve az élsportvonalon is. Szerencsém van, mert nagyon komoly kvalitású sportolókkal dolgozhatok, és ez engem is motivál hosszú távon,
van, hogy minél többet tudjak, minél többet képezzem magam, minél legújszerűbb tudással próbáljak meg előrukkolni előttük is, és tényleg a fitness vonal is, ami a másik vonal, ahol sokan ismernek és sokat megjelenek, ott pedig egy teljesen másfajta munka, mondhatnám azt, hogy a mérlegnek két nyelve van, és mindig, amikor az egyik megemelkedik, akkor a másik csökken, és szépen kiegyenlítik mindig egymást. Emelem a kart, és húzom a térdem, megállítom, 2 másodpercig stabilizál, bekapcsolja a törzsizmokat, húzza befelé a köldökét. Most már emeld magas tartásba a kart, és húzd föl! Hol tartasz most a végzettségek az iskolák terén, mert hogy azért te ebben is halmozó vagy, mindig találsz valami olyan vonalat, amit még szeretnél megtanulni? Hát most úgy állok, hogy van 2 diplomám, testnevelési egyetemen szereztem, testnevelő tanár, atlétika edző, mondhatom azt, hogy erőléti edzőként ott vagyok azok az edzők között, akik a legmagasabban képzettek, de nem nagyon elégszem meg ezzel, mert mindig szeretek olyan edzői társakat, edzői társadalomba, olyan helyen kell szerepelni, akiktől új dolgokat tanulhatok meg, de mondhatom azt, hogy azt is szeretem, ha rossz dolgokat látok, mert abból is lehet tanulni, hogy hogyan lehet azt jól megcsinálni, vagy hogyan tudnám azt úgy csinálni, hogy jó lehessen. Egyre több helyről kapom vissza a nevedet, és hallom vissza a nevedet, hogy itt is dolgozol, ott is dolgozol. Ez is fontos, hogy minél előrébb léphess, és akár minél többféle tudást meg tudj mutatni, hogy ezt is tudom, azt is tudom, nőkkel is tudok foglalkozni, pasikkal is, élsportolókkal is, amatőrökkel is, fogynivágyókkal, és nem tudom, ebből élőkkel is. Ez ugyanolyan komplex kérdés igazából, mint maga a sport, hogy mondhatják azt, és sokan mondják azt, hogy ezt a jellegű munkát én is meg tudom csinálni. Viszont én úgy gondolom, hogy biztosan meg tudja csinálni ezt bárki más is, de azt gondolom, hogy nem tudja, hogy miért csinálja, nem tudja, hogy mennyit csinálja, hogyan csinálja, milyen visszacsatolás van az adott munkáról, mit kell figyelnie, és nem olyan egyszerű ez, mint ahogy ezt sokan elképzelik, és hát voltam ugye a teniszválogatottnál, most szerencsém van, mert a női röplabda válogatottnál dolgozhatok egy belga szövetségi kapitánnyal, és azt mondom, hogy ahol dolgozok, ott elfogadják ezt a jellegi munkát. Nehéz áttörést találni a magyar sportban, mert nagyon-nagyon mélyek azok a rossz beidegződések, amik jelenleg mondhatom azt, hogy bármilyen sportágban megtalálhatóak, és hogyha és mindig azt szoktam mondani, ha a szakedző is ennyit képezné magát, mint amennyit mi erőnléti edzők, akikkel, azt mondom, barátaim nevében beszélek, akikkel egy ilyen közösséget alkothatunk, akkor még előrébb tarthatna a magyar sport. Megint ez a lecsapás! Könnyök vezesse a mozgás! Figyelj már oda! Állj meg! Figyelj! Nem ez a karmunka! Jön szépen a könnyök, és az egész vállöv dolgozik! Megint ugyanazok a hibák! Figyelj oda! Jön. Van darabos módszer? Mindenkinek megvan a saját metódusa, a saját módszere. Sokszor mondják azt, hogy túl kemény vagyok velük, én viszont úgy gondolom, hogy mindig azt mondom erre, hogy hogy következetes vagyok. És tudom azt, hogy kire kell jobban odafigyelni, tudom, hogy ki az, aki, valljuk be őszintén, nem abból fog megélni, hogy 3 diplomája van, hanem abból fog megélni, hogy milyen genetikával született, vagy milyen tehetséggel állotta meg a Jóisten, és úgy gondolom, hogy az egy sarlatánság, hogyha azzal nem él az ember, és én azt gondolom, hogy azért vagyok itt, hogy ezt megpróbáljam feltérképezni a gyerekekben, és megpróbálom olyan útra terelni őket, hogy ki tudja magából ezt a tehetséget úgymond hozni teljes mértékben. Van kedvenc irányvonalad? Gondolok itt arra, hogy nem tudom, jól esik egy ilyen erőléti edzés után spinning órát tartani fogynivágyó nőknek, vagy elmenni a lépcsőre futni, mert hogy ezt is rendszeresen szoktam látni, hogy ez is nálad valamilyen hóbort, hogy lépcsőn fussunk. A lépcsőzés az is az én metódusomba hozzátartozik, mert egy magas intenzitású edzésről beszélünk, és szerencsére megváltozott a régi edzésmódszerek iránt irányában a gondolkodásmód, és szeretem ezt a módszert is alkalmazni. Visszatérve a kérdésedre, hogy az is egy nagyon szép dolog igazából, hogy eredményeket elérni, hogy
mondhatnék példákat ilyen dolgokra is, hogy volt, aki 30-40 kilót fogyott a kezem alatt, és ott találtam, és megtaláltam a párját, és gyerekek lettek, és nem tudom, vagy lefutott egy maratont olyan ember, aki soha az életében nem állt még futópadon sem. Ezek a sportnak a nagybetű sportnak a szép oldala. Le, és hopp! És lett! Kicsit előadébb tör! Ilyen kitámasztás, ilyen nincsen! Ilyen volt! Ilyen már volt! Attila! Melyik oldalra jön? Húzom! Itt vagyok! A helyeden vagy most? Van még innen följebb? Van még tovább téged ismerve biztos? Mindenhonnan van tovább. Én is szeretnék előrébb jutni. Mondhatom azt, hogy ezért is motivál az, hogy még többet tudjak. Engem mindig tanítok is szerencsére embereket, edzőket, és mindig azt mondom nekik, hogy mindig legyen egy olyan kérdésük, hogy miért van ez így, és hogyha ezt meg tudják válaszolni, akkor azt tudom mondani, hogy bárkinek tudnak felelni. Ha nem tudják megválaszolni erre a kérdésre, nem tudnak normális feleletet adni, akkor utána kell nézni, és mindig többet kell tudni, és mindig van, úgy gondolom, följebb, mindig lesz nálad okosabb ember, ha nem Magyarországon, akkor külföldön, de azt mondom, hogy mindenkitől lehet tanulni, és kell is tanulni, és én is szeretnék természetesen kijutni, ha nem versenyzőként sikerült, akkor edzőként az olimpiára, valamilyen szinten mondhatom azt, hogy motivál az is, hogy külföldön kipróbálja magát az ember, de ez is motivál. Külföldi edzővel még például nem dolgoztam. Külföldi teniszjátékosom volt, aki annó top 100-as versenyző volt, horvát, viszont belga, vagy külföldi szakemberrel még nem dolgoztam, és kíváncsian várom, hogy milyen újdonságokat tud nekem adni esetleg, vagy mi az, amit esetleg meg tudok tőle tanulni. Van olyan csapat, ahova nagyon vágynál, ahol azt mondanád, hogyha egy erőléti edzést megtarthatnál, az úgy nagyon jól esne a lelkednek. Ez nagyon jó kérdés igazából. Nem tudok erre most így felelni, mert mindig azt a feladatot kell megoldani, ami ott van előtted. Hogyha 6 éves gyerekekkel kell foglalkoznod, akkor belőlük kell a legjobbat kihoznod. Én nagyon sokáig nem foglalkoztam nőkkel, és csak lássák azt, hogy én is azért tudok hibázni, teljesen máshogy kell velük foglalkozni, mint a férfiakkal. Mondhatnám azt, hogy két külön embert kíván a férfival való munka, és a nővel való munka is, sőt a nőkkel való munka nem is két embert kíván, hanem 12 embert nagyjából. Ezért jó az, hogyha 3 férfi van a tímben, mert az 3x12, és akkor lehet, hogy minden problémájukra meg tudjuk oldani. Adásunk eddigi részében megmutattuk, hogy az idei esztendőben Hoffer József kapta a tatabánya sportjáért díjat, Görkor is Majálison jártunk Lugosi Lászlóéknál, és az élet nagy dolgairól is beszélgettünk Darabos Balázzsal. A folytatásban lovaglással, flagfocival és kézilabdával várjuk kedves nézőinket. Tartsanak továbbra is velünk! Díjugrató versenyt rendeztek a hétvégén a Síkvölgyi Lovardában. Szebbnél szebb lovak és ügyesebbnél ügyesebb lovasok dolgoztak a helyezésekért. A szabályok szerint pontlevonás járt az esetleges idő túllépésért, az akadályleverésért, és pontozták a lovak és lovasaik stílusát is. Ez a mai verseny egy megyei forduló, ugró forduló, hát amit itt Síkvölgyön először rendezünk meg. Azt gondolom laikusként, hogy egyre népszerűbb sport a lovaglás tatabányán, hiszen egyre több lovasiskoláról és lovaglási lehetőségről hallunk írt. Ez azért régen nem volt ennyire jellemző, vagy csak nem tűnt fel nekem? Hát ez így igaz. Hát mikor 7 éve kezdtük el ezt az egész lovazást itt a Síkvölgyön, azóta hát töretlenül előre haladunk. És tényleg így van, hogy a fiatalok körében egyre népszerűbb ez a sport. Mennyi energiabefektetés, mennyi munka kell ahhoz, hogy valaki eljusson akár egy ilyen versenyre gyerekként? Hát nagyon sok munka, nagyon sok alapozás, kitartás és lószeretet, ami nagyon fontos. Gondolom anélkül nem megy, hiszen azért a ló is egy olyan állat, akihez vagy oda mer menni egy gyerek, amikor lovagolni szeretne, vagy nem. Ez így igaz. Van olyan gyerek, aki szinte mondhatom azt, hogy így születik. Hogy kisgyerekként kihozzák, és már megy oda a lóhoz. Van, aki egy kicsit idegenkedik, de utána megszokja. Tehát azért
a gyerekek nagy többsége szereti a lovat. Kiből lehet jó lovas? Hát az kitartó, aki kitartó, és hát tehetség azért ehhez is ugyanúgy, mint bármelyik sporthoz, tehetség kell. Tehát azért az az ember, vagy az a gyerek tud igazán jó lovas, az lesz jó lovas, aki kitartó és tehetséges. Tehát jó érzéke van, jó egyensúlyérzéke van, tehát így, és sok munka. Mit kell tudni erről a versenyről? Laikusoknak egy kicsit meséljen, legyen kedves, hogy mi a lényege ennek a mai versenynek? Hát a díjugrató verseny, ugye az nyilvánvaló, hogy ugye akadályokat ugrálnak a lovasok. Hát ez egyik sportág, egyik szakág. Hát van ugye a militári, van több szakág, a díjugrat, a díjlovaglás. Ez a verseny kimondottan díjugrató verseny. Hát van stílust néznek, tehát ahogy a gyerekek, a fiatalok, hogy milyen stílusban lovagolnak, meg ugye a pontszám, tehát hogy idő, hibaidő, meg ahogy a rudakat, hogy leveri-e vagy nem, tehát az akadályt. Hétfőn és szombaton a Jubileum Parkban tartja edzéseit a Tatabánya Mustangs flag foci csapata. Hogy mi is a flag foci? Ez a sportág az amerikai futball alapjaira tanítja meg a gyerekeket, ötfős kis csapatokban, kis pályán, testi kontakt nélkül, koedukáltan és biztonságosan. A csapat szlogenje: fiúk kezdik el játszani ezt a játékot, de férfiakat nevel. Az amerikai foci kemény munkára tanít, igazi csapatjáték, közösségépítő, mozgáskoordinációt fejleszt, fegyelmez, precizitást oktat és kitartást ösztönöz. A tatabányai fiatalokkal hárman foglalkoznak. Mátrai Bence, a Tata Mustangs játékosa, válogatott játékos, Zahovai Ádám, a Tata Mustangs vezetőedzője, a válogatott pozícióedzője, és Barát Móder Ignác, korábbi center játékos. A csapat technikai vezetője kollégánk Mátrai Tibor. Ők azok, akik sok-sok tatabányai fiatallal szeretnék megszerettetni a flag és az amerikai focit. A flag futball egy ötfős csapatokban játszható játék, kis pályán játszák kontakt nélkül, szalag van a srácok, a játékosok oldalára kötve, és a szalag letépésével, leszakításával, leszedésével a játékos le van szerelve. Tehát míg az amerikai fociban ugye földre viszik a játékost, itt a szalagot leveszik, tehát gyakorlatilag nem az erőszakosság vagy a durvaság így ki van küszöbölve a játékból. Koedukáltan lehet játszani, tehát ebben a játék elemben lányok, fiúk egyaránt játszhatnak, testalkattól, kortól és ügyességtől függetlenül. Játszanak is? Igen, játszanak. Most már egyre többen játszunk itt a Jubileum Parkban. 19-20 fővel indultunk, ma már 30-at meghaladja a játékosok, illetve a regisztrált játékosok létszáma. Nagyon aktívan fejlődnek, nagyon gyorsan fejlődik a csapat. Ezekből a srácokból úgy számoljuk, hogy idén már játékosok lesznek, akik meg is mérettetik magukat. Szeptembertől indulunk majd bajnokságban, és úgy gondoljuk, hogy rákövetkező évben, tehát 2016-ban belőlük már amerikai focit játszó játékosok lehetnek. Addig mi a feladat velük, hogyan tudjátok őket fejleszteni és rávezetni igazán erre a sportágra? Az egész, amit most itt csinálunk, arról szól, hogy minél inkább megtanulják a sport alapjait. Erre az úgynevezett flag footballt használjuk, ami egy egyszerűsített változat, a kontakt nélküli változat az amerikai futballnak. Ha itt megtanulják azokat a mozgásokat, amik szükségesek az amerikai futballhoz, akkor jó játékosok lehetnek belőlük a felnőtt szinten is. Mi a legfontosabb tulajdonsága egy flag footballistának? Kitartás, én úgy gondolom. Ha itt van minden edzésen, megcsinálja azt, amit mondunk, és a végsőig kitart, akkor jó játékos lehet belőle. És ők itt a hátunk mögött olyanok, úgy tűnik? Abszolút, nagyon lelkesek, nagyon becsületesen csinálják a dolgokat, jönnek edzésre, csinálják, amit kell, megcsinálják azt, amit kérünk, és ezek olyan tulajdonságok, amikkel jó játékosok lehetnek. Szerintem fejleszti a gyorsaságot, meg hát adnak a gondolkodás képességét, mert az amerikai foci nem csak abból áll, hogy nagy állatok egymásnak rohannak, ez nagyon sok logika kell, hogy meg kell egyezni az irányokat, hogy merre kell futni, meg ilyenek. Ez a flag foci, ez mennyiben különbözik, és ez tetszik-e neked?
Igen, tetszik, és hát ez annyiba különbözik, hogy a nagyakétól, hogy nem kell megvenni ezt a sok nagyon drága védőfelszerelés, hanem csak egy ilyen öv van rajtunk, amin két oldalt lóg egy szallag. És ha azt letépik, akkor az olyan, mintha leterítettek volna a földre. Mióta üzöd ezt a sportot? Hát most kezdtem nemrég, hogy egy hónapja kár körülbelül. Mindig van egy támadó csapat, mindig van egy védőcsapat. A védőcsapat mindig embert fog, oké, és aki az irányító lenne az embere, ő megy mélyebbre, és ő az, aki olvassa az irányítót, hogy kinek dobja a lasztit. Rendben? Cserélgetni fogjuk majd a támadást, meg a védést, a védekezést, annyit, hogy haladni is fogunk a lasztival, jó? Tehát ahol elkapja a labdát, oda megyünk következőleg. Rendben? Jó? Oké, és? Így van, ha leszerelik. Ugye úgy szered le a másikat, hogy kitéped szépen a flagét. Az amerikai futballban is a kontakt nagyon jól limitálva van, tehát megfelelő szabályok között játsszák ezt a játékot, ami egy érdeklődőnek úgy tűnhet, hogy csak szétütik egymást a játékosaink, ez igazából megfelelő szabályrendszerben nagyon szépen kontrollálva van a sérülések elkerülése véget. Ebben a sportban, amit pedig most játszunk, itt a szerelést és a blokkolást teljesen kizárták, tehát egymáshoz sem érhetnek a játékosok, amikor pedig szerelnek, tehát a labdát vívő játékos szeretnék megállítani, akkor kettő darab zászló, innen a neve, a flag, lóg az oldalán a játékosnak, és ezt rántják ki a védőjátékosok. Akkor, hogyha kirántották ezt az úgynevezett zászlót, akkor megáll a játék. Tehát ez helyettesíti a szerelést, és most egyszer mondom, a blokkolást pedig teljesen kivették ebből a játékból. Én nagyon szeretem, január végén kezdtem, fiúk pedig szerintem ilyen március környékén kezdték el, és ők is nagyon szeretik, tehát mindig itt vannak. Amikor... Mi a legjobb ebben a sportágban, azon kívül, hogy veled tudnak játszani a gyerekeid? Szerintem fegyelemre, illetve nagyon komoly kitartásra ösztönzi őket, hiszen ez a sport, ez tényleg csapatsport, illetve a küzdésről szól. Arra, hogy egy mindenkiért, mindenki egyért. Itt az előbb egy kis játékos azt mondta, hogy kell hozzá sütnivaló is. Ez is fontos, hogy a gyerekek sportolás közben is fejlődjenek agyilag, és nem csak testileg? Persze, hiszen nagyon sok olyan blitz, illetve szabály, illetve felállás van, amit meg kell tanulni. Tehát, hogyha nem tanulja meg, hogy éppen neki mi a feladata, akkor az egész csapatnak a munkája odavész. Tehát meg kell tanulni mindenkinek, hogy mi a feladata, egyébként nem jut a csapat előrébb. Tehát ezért is fejlődni kell nekik is, illetve tanulni itt is. Hogyan talált le a család erre a sportra? Igazából ugye nekem a munkatársam, engem munkatársam vitt a csapathoz, és akkor utána hallottuk, hogy van ez a junior is, és akkor lehoztam a srácokat, tehát egyértelmű volt, hogy igazából sok sportot kipróbáltam el velük, de egyik sem volt az igazi, most úgy néz ki, hogy ez megtaláltuk. Amíg kedden este önök sportmagazinunkat nézték, addig férfi kézilabda csapatunk 33-25-re legyőzte az Orosházát. Ezután hiába kaptak ki a mieink a hétvégén Balatonfüreden, már így is biztossá vált, hogy pályaelőnnyel kezdhetjük a Csurgó elleni kisdöntőt. Az Orosház ellen nem volt egyszerű dolguk a fiúknak, de hát nálunk mikor az. Több fiatal vizsgázott, többen kisebb-nagyobb sérüléssel bajlottak, több játékosunk válogatottaknál szerepelt, így a közös munka kicsit nehézkes volt. A találkozó első tatabányai gólját Novák Boskovic szerezte, majd Bodó Richárd is megeresztett egy bombát. A 10. percre már 6-3 volt az állás. A folytatásban állandósolni látszott a 3-4 gólos előny. A 22. percben a vendégek kapust cseréltek, ám a mieinknek az újabb hálóőr sem adott ezen az estén komolyabb feladatot. Az utolsó 5 perc 15-8-ról indult. A 29. és 30. perc Pásztor Ákosé volt. A fiatal szélső alig másfél perc alatt 3 indítás gólt szerzett. A szünetre éppen 2-szer annyi gólt lőttek a mieink, mint a vendégek, ekkor 20-10-et mutatott az eredményjelző. A második félidő eleje nem úgy alakult, ahogy a szurkolók várták. A vezetésünk egyetlen percig sem forgott veszélyben, de volt egy időszak, amikor budaiék eredményesebben játszottak, mint a mieink. Matics mester az utolsó 15-20 percben szinte mindenkinek játék lehetőséget adott. Gratulálok mindenkinek! Sok energia befektettünk, sok edzés, sok munka, taktika, fizikai munka, minden, de hála Isten a kezemben van egy ilyen okos csapat, szorgalmas csapat, okoratos csapat, és végre itt vagyunk, hol tervezünk, de nem a vége, minden fogunk megtenni, hogy próbáljunk a bronzérmesen is lenni. Nem lesz egyszerű, nagyon nehéz lesz, de én bízom a csapatomra, meg ez ilyen tatabányai szurkoló tábor, hogy tudunk kiharcolni az a bronzérmes is. Megvan, azt hiszem, mind a két idei terved egyelőre. Az Európa-bajnokságra kijutott a válogatott, és a bronzért játszunk a Csurgóval.
Így van, nagyon boldog vagyok, most tényleg egész évben azért dolgoztunk, hogy egyrészt a klubcsapattal ilyen sikereket érünk el, nagyon büszke vagyok a társaságra, hogy tényleg is harmadik helyen fordulhatunk rá a célegyenes, vagy mondhatom, újra a Csurgó ellen. Én nagyon szeretném, hogyha most már több éves sikertelen végjáték után végre be tudnánk húzni újra a bronzérmet, úgy mint a 2010-es esztendőben. Erre minden esélyünk megvan, idén javuló játékot mutattunk mind elő hátul. Vannak még mindig hullámvölgyek, ez a mai meccsen is látszódott, de azt gondolom, hogy ha ezt le tudjuk csökkenteni, akkor Csurgó ellen van keresnivalónk. És hát a válogatott, ahogy említetted, sikerült kijutni a 2016-os Lengyelországi Európa-bajnokságra, és ezzel megtartottuk a reményt arra, hogy ott legyünk a Riói olimpián. Az elmúlt napok sajtója az folyamatosan rólad szól. Milyen érzés? Nagyon jó, élvezem, de nem szabad elszállni, meg tényleg a munkát szeretném tovább csinálni, így, ahogy eddig is csináltam, mert úgy látszik, hogy tényleg beigazolódott, amin jó úton vagyok szerintem, de tényleg jó érzés, úgyhogy köszönöm szépen. Az előbb a Geri azt mondta, hogy akkorát lősz, mint ebben a mezőnyben senki, és most már végre tudod is, hogy hova. Hát igen, ahogy idősödöm, úgymond idősödöm, akkor igen, így letisztázódik szépen lassan, úgyhogy hál' Istennek, igen, nincs sok kapufál, mert nincs sok velem szerintem ebben a szezonban már. A klubcsapatoddal ott vagytok az ország legjobb csapatai között, a válogatottal pedig az EB-n, úgyhogy valószínűleg te is stabil tag leszel. Igen, remélem, hogy én is tudok menni, egy első ilyen nagy nemzetközi kupám lesz, úgymond, vagyis hát tornám. Nagyon fogom várni, ha fogok, ha nem, akkor meg még rá van időm, úgyhogy ráélek még, de szeretnék menni, úgyhogy azon leszek. Csurgót itthon meg kell verni, ott nem tudom, hogy mi lesz, aztán ha esetleg ott tudunk nyerni, akkor jó lenne egy harmadik helyet zárni, de ha ott nem tudunk nyerni, akkor remélem, hogy itthon meg tudjuk szerezni a harmadik helyet. Bízom benne. Néhány vastapsot kaptál ma már, milyen érzés volt? Nagyon jó érzés volt, hát igazából hidegrázott az egésztől. Próbáltam élni a lehetőséget, amit megkaptam, úgy érzem, hogy sikerült, és remélem, hogy a továbbiakban is majd, hogyha megkapom a lehetőséget, akkor tudok vele majd élni. Mit tudhatnak a szurkolók a tatabányai harmadik számú kapusról? Hát igazából Nagy Péternél védek az utánpótlás csapatban, a tatabányai U23-as csapatban, NB1B-ben játszunk. 8 éve kezdtem a kézilabdát, a nevelőegyesületem a Vác volt, onnan kerültem 2 éve ide Tatabányára, azóta a Nagy Péter keze alatt kovácsolódok, és most harmadik számú kapusként számítanak rám a felnőttben. Remélem, hogy meg tudom ragadni a lehetőséget a hátralévő mérkőzéseken, és teljesítményemmel tudom segíteni majd a csapatot. Az Orosháza elleni győzelem után a hétvégén Balatonfüreden játszottak a fiúk. Muszavi bokasérülése miatt nem léphetett pályára, Bodó Richárd pedig az első játékpercben megsérült. Ráadásul 7 hetesünkben csupán egyet sikerült értékesíteni, és az ígyszerek is sorra kimaradtak, így lett a vége 30-24 a Balatonparton. Szombaton jön a folytatás. A megszokottól eltérő időpontban 16 órakor kezdődik a Csurgó elleni párharc első mérkőzése a Földi Imre sportcsarnokban. Ennyi fért mai adásunkba. Ha tehetik, következő műsorunkig sportoljanak, kiránduljanak, élvezzék a tavaszt. Egy hét múlva este 8 után pedig sportoljanak ismét velünk. Szép hetet, viszontlátásra!